Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Az ő következő lépése mit fog tenni, és megnézzük azt is, hogyan viszonyulj hozzá. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, akkor az személyes. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Először is megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét, ami bal oldalon középen látható. A hajó jelenti a reményt. Ő reménykedik abban, hogy minden jóra fordul, hogy meg tudja valósítani a terveit. A hajó az lehet egy utazás is, hogy úton van, vagy tervez veled egy közös nyaralást. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy ő messze lakik, és szeretne meglátogatni téged, úton van hozzád, vagy szeretné azt, ha te látogatnád meg őt, és akkor lesz egy meghívás. Ez az út, ez az utazás, lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. Amit ez a kártya még jelent, külföldi kapcsolatok, ezek lehetnek barátságok, lehetnek kereskedelmi kapcsolatok, esetleg utalhat internet kapcsolatokra is. A következő kártya azt mutatja, hogy ki vagy mi hogyan befolyásolja őt. A külső befolyás alul bal oldalon látható. A koporsó. Az lehet egy örökösödési ügy is, amit neki most rendeznie kell. De ennek a koporsónak más jelentése is van, és én úgy gondolom, erről van szó, hogy ő lezárja azokat a kapcsolatokat, akik megpróbálják őt befolyásolni. Ő nemet mond, és nem engedi azt meg, hogy mások beleszóljanak a dolgaiba. A következő kártya mutatja azt, hogy mit fog tenni. Az ő következő lépése. Amit ő tenni fog, az felül látható. Erre utal a kulcs, és jelenti az ő magabiztos fellépését. Ő tudja azt, hogy mit akar. Használni fogja ezt a kulcsot. Ezzel lezár bizonyos dolgokat, egy időben kinyílik számotokra egy új ajtó, és ezek lesznek a lehetőségek. Ő diplomatikus lesz, hol nyitott, hol zárkózott, attól függően, hogy milyen a helyzet. A következő lapon megnézzük azt, hogy mit fogsz tenni, vagy hogyan reagálj ezekre az eseményekre. Amennyiben te egy férfi vagy, akkor ez a kártya jobb oldalon azt jelenti, hogy te irányítod a dolgokat. Figyelj oda mindenre. Amennyiben te egy hölgy vagy, akkor ez a férfi jelenti a lelki társadat. És ő áll itt a középpontban, hiszen vannak elvárásai. Azt akarja, hogy te odafigyelj rá, feltekints rá. Ha nem így van, akkor megsértődik és zárkózott lesz. Viszont, ha megkapja az elismerést,
és úgy kezeled a dolgokat, minthogyha ő döntene, légy te is diplomatikus, akkor nyitott lesz, és lépéseket tesz feléd. És megnézzük most a következő kártyát, ami még mindig azt jelenti, hogy mit kellene tenned. Egy jó tanács. Ez a jó tanács számodra szól, és alul látható. Itt kisüt a nap. Az azt jelenti, hogy légy te is magabiztos. Legyen meg ez a kisugárzásod. Azon kívül te szeretnél vele valamit tisztázni. Tisztán akarod látni a dolgokat. Tudni akarod, hogy hogyan tovább, mik a tervei, vagy mit érez irántad. A nap azt is jelenti, hogy megvan a vonzalom kettőtök között. De mivel ő is megjelenik ott jobb oldalon, tégy úgy, minthogyha ő döntene. De azért te is be tudod folyásolni az eseményeket. Amit a nap még jelent, megvilágít valamit vagy valakit, láthatóvá tesz valakit, például őt, és ez jelent egy találkozást. Mivel ő áll, ez a férfi áll a középpontban, akkor mondd azt ki, hogy mennyire örülsz annak, ha látod őt, ha lesz egy találkozás. És bízz abban, hogy megvan a vonzalom kettőt között a részéről is, és ő is látni akar téged. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!